Most csoportos kosaras őrzővédőt fogunk látni. Itt a kutyákon szájkosár van biztonságosan rögzítve. Ennek az a jelentősége, hogy a kutyák szolgálatban többnyire szájkosárban teljesítenek szolgálatot, és így kell a gazdájukat megvédeni, vagy hogyha a gazdájuk kényszerítő eszközként kell, hogy alkalmazzák, akkor a kutyának tudnia kell, hogy a szájkosárban hogy tud harcolni. Az idősebb, már megfelelő képzettséggel rendelkező kutyák a fiatalabb kutyáknak tudják mutatni, és úgynevezett utánzásos tanulással is képesek egymástól elsajátítani a kívánt viselkedési formát. A kollégák különböző megyékből, kapitányságokról érkeztek, és többnyire egyedül fognak majd a kutyával dolgozni, vagy pedig olyan járőrpárral, aki mellett nincs kutya. Milyen érzés ott végigmenni a kutyák között? Hát, mint a vagony, a vágányok között mozogni, vonatok között. Kellemetlen. Miért csinálod? Hát, nem szeretem. Most megtapasztalom a saját bőrömön, hogy milyen egy ilyen rendőrségi kutya elől menekülni, vagy egyáltalán lehet-e menekülni előle. Először egy öreg kutyával fogunk dolgozni, 10 évesre, úgyhogy csak hogy beérezd az ízét, hogy milyen a kor. Lebeszéltek róla, hogy ott a sok kutya között végigmenjek, de most kapok kettőt magamra. Hát nem tudom, végig gondoltam ezt jól. Jól, ide legyen szíves, ha már egyszer gyakorlunk. Lassan jöjjön, mert a kutyán nagyon agresszív, és meg fogja magát harapni. Ha azt mondom, hogy most, akkor kap fel a kezedet. Most. Nagyszerű! Jaj, szegény öreg kutyám! Álljon meg, ne mozogjon! Erem? Ül! Hát én nagyon megdolgoztatja az embert. Nem lennék senkinek a helyébe, aki civilbe elkap, és még így a húsába is belemar. Ez veszélyes. Ez egy malinoá típusú állat. Hát ez nem ugyanaz, mint a másik. Szép! Minden erőmre szükségem van. Tartsam! Meg nem mozog! Erem! Vigya még? Én igen. Hány kilós lehet ez a kutya? Ez 32 is. Most mi lenne velem, ha lekerülnék a földre? Olyankor van probléma, mint ilyenkor elkerülni, hogy a földre kerüljön az ember, mert olyankor fut a kutya. Balesetet akkor mondod, álljon meg, ne mozogjon! Ered! Ül! Hát a segítők életese könnyű, az az igazság. Megpróbálja a kettőt együtt? Lássuk a medvét. Jó. Lábhoz. Egyik az egyik kezemre, a másikra fog jönni? Ők ezt tudják? Igen. Mind a két kezemet emeljen fel? Még közelebb menjek? Igen. Igen? Most lehet. Vázás. Vázás. Húha. A fiatalabbik, az nagyon mozog. Eddig is alig bírtam egyet, de most ketten szétszednek. De nem szedtek szét. Közben Egon, az eltűnt kislány kereső kutya, szimatot fogott. Az elhagyott kis cipő segített nyomot találni. Hát a kutya nélkül lehet, hogy nem is arra kerestük volna, hanem egy másik helyen például, mert mondták, hogy erre is elmentek egy darabon, de nem találták, arra is. Tehát ő, a családtagok már ott azért kutattak, hogy hol lehet a kislány. Először nem tudtam, hogy most miért szaladt be, mondom, hogy mit látott. És akkor láttam, ahogy beszaladt, hogy a kislány ott áll a bozulba. És akkor tényleg, hát a kislányhoz ment, nyalogatta, tehát nem bántotta, a kislány is megsimogatta, játszott vele, és lehetett a kutyán is látni, hogy felszabadult, hogy na, megvan. Amikor beértem az autóhoz, a kollégám még már hallották, hogy a kutya megtalálta a kislányt, és hozott neki egy kiló kolbászt. Úgyhogy az volt neki a fő jutalom, hogy azt megette ott az autónál. Úgy becsülik, hogy a kutyák szaglása legalább 100-szor jobb, mint az emberé. Nem csoda, hogy a legkülönfélébb esetekben hívják segítségül a kutyák orrát. A tanulási folyamat sokban hasonlít az éles helyzetekhez. A kábítószerkereső kutyák kiképzése 4 hónapig tart. Ilyen helyszíneken is, mint ez egy berendezett lakás, szoktunk velük gyakorolni, hogy a kutyák minél több szituációban
be legyenek állítva, és tudjanak dolgozni. Az egyik rejtés itt található, kokain van elrejtve. A másik rejtés pedig majd ott lesz az ágyban, ott pedig marihuána van elrejtve. Én szerettem volna különben segíteni elrejteni ezeket a szereket, de kiderült, hogy nekem nincsen jogosultságom hozzá. Hogy is van ez? Igen, mert kábítószer csak olyan személy kezelhet, aki ezzel, tehát vizsgával rendelkezik. Vagy csak illegálisan. Igen. A kutyákat egyébként 5 kábítószer szagára tanítjuk meg. Marihuána, hasis, heroin, kokain és amfetamin. Ez a tanítási sorrend is. Természetesen a kutyákat nem kábítószerre szoktatjuk rá, mert akkor igen sok kutyára lenne szükségünk. Hogyha elrejtjük a kábítószert, mert elrejtjük a labdát is, és akkor egy idő után elkerül ez a labda, illetőleg a kábítószer. És ez a jutalom neki tulajdonképpen. Igen. Ezért kell vigyázni, gondolom, arra is, hogy ha véletlenül kint hever a kábítószer szabadon, akkor a kutya ne szívja fel. Igen, egy alapvető követelmény, ugye, hogyha helyszínen dolgozik a kutya, hogy először a kutyavezetőnek kell bemenni a helyiségbe, és meg kell nézni, hogy van-e olyan veszélyforrás, ami a kutyára veszélyes lehet. A tanfolyam vége felé már eljutunk arra a szintre, hogy a kábítószer mellé, vagy a kábítószer közé, mert különböző fűszereket, különböző más anyagokat is beteszünk, pont azért, hogy a kutyát majd az életben ne zavarja ez meg. Olyan helyekről szokott előkerülni a kábítószer, amit az ember nem is gondolna. Például ott nagy valószínűséggel nem biztos, hogy megnéznék a kollégák, vagy mondjuk egy kémény rendszerben, mert ott is képes a kutya megtalálni, vagy akár itt a plafonon. A plafonon a kutya? Igen, azt is képes lenni. Igen. 15-20 percet szoktak dolgozni a kutyák, de van, amelyik egy órán keresztül is bírja, pihenés után pedig folytatja a munkát. Általában 2 kutya megy hasonló helyszínekre, hogy válthassák egymást, és a kontroll is meglegyen. Azt láttuk az imént, hogy a kutya lokalizálta a kábítószert, utána pedig elkezdett itt keresgélni, mintha elvesztítette volna a szagot. Így volt ez? Igen. A kutyakutatás közben mi úgy nevezzük, hogy egy szaktérgépeket csinál. Megszagolta, majd eljött ebbe az irányba. Tudjuk, mindig a meleg irányába áramlik a szag. A kutya idáig végig szagolta ezig a pontig, majd visszajött, megint megszagolta, utána átjött erre az oldalra, és ide beleszagolt. Ha ide belenézünk, itt van egy lyuk. Itt igen, van a csatorna. A túlfolyó. És akkor volt a szenzáció, hogy a kutyit leváltotta az órát, eljött, és beleszagolt a csatornába. Hisz, ezek csövekkel össze vannak kötve. Tehát a kutya elment az eredőkig, azt mondjuk, hogy még elmegy a határig a kutya. Itt a fal háta mögött volt a kábítószer, és a kutya pontosan. És pontosan ott jelzett. Pontosan milliméterre. Nem, itt ez körül, ahol az ember lépték, azt mondta, hát itt van egy rés. Így megszagolja a kutya, puff, lefekszik és jelez, nem. A kutya azt mondta a gazdának, hogy ezen a ponton van a kábítószer, kinyitottuk az ajtót, és valóban itt van fönt a kábítószer. Hát nehéz elrejteni. Ahogy nehéz elrejteni a robbanó anyagokat is. Tulajdonképpen ez egy tanpálya, ahol most vagyunk. Ezen a helyen tanítjuk meg a kutyákat arra, hogy a célszagot hogy kell keresni. Belehelyezzük ebbe a kukába, ami speciálisan át van alakítva. A kutya azért dolgozik, hogy a jutalmát, a kedvenc játékát megkapja, ami jelen esetben akár egy műanyag csődarab is lehet. Ez a csomag átvizsgálásnak a megalapozása, mert a csomagokba rejtésre így szoktunk gyakorolni, hogy körülbelül ilyen 50 centi távolságban el vannak egymástól helyezve a csomagok, és a kutyák így vannak erre indítva. Itt nézzük meg azt, tulajdonképpen, hogy a kutya az ott megismertetett szagokat, ami effektíve egy egyszerű környezet neki, egy ilyen berendezett, bonyolultabb környezetben hogy találja meg. Ide is plasztikus robbananyagot rejtek, ennek az a lényege, hogy a könnyű anyagtól elmentünk a nehéz anyagig, majd utána a könnyűt rejtjük nekik újra vissza, hogy minél pozitívabb legyen a megerősítés. Itt az a cél, hogy a kutya passzívan mutassa nekünk, tehát ne érjen hozzá az adott felülethez. Mert ugye bármikor érintésre is, vagy mozgásra felrobbanhat egy adott robbananyag. Nem lehet megtéveszteni őket más szagokkal, ugyanis mindennek jellegzetes szaga van, és ahhoz, hogy valaki úgy rejtsen el egy adott robbanóanyagot, hogy az teljesen steril körülmények, tehát minden más szagtól mentes legyen, hát ahhoz labor körülmények kellnek, és ilyen még nem fordult elő. A kutya az alapvetően azt csinálja, amire mi megtanítjuk őket, ezért fontos ezért a 50% az ember mögött, aki mögötte van, hogy ezt a dolgot hogy tudja feldolgozni. Mi megpróbáljuk a hallgatóinkat kinti szituációkban is ezekre a dolgokra felkészíteni, de a nagy élet hozza meg mindig a valóságot.
Az ember legjobb barátja, így nevezzük őket. Életünk társává szegődnek, és ez a kötelék veszélyhelyzetekben még szorosabbá válik. Nem csoda, hogy a rendőrök nem tudják elképzelni nélkülük az életet. Eléggé bensőséges kapcsolatot ápolok a kutyáimmal. Szoktam velük beszélgetni is. Hát borzoggató, én ezt 35 éve csinálom a szakmát, most is borzongok, picit feszült vagyok, mert ez mindig egy feszességet ad az emberbe, hogy hú, a franc egye meg, ez nagyon komoly volt. Biztos vagyok benne, hogy egy akció után, amikor már a feszültség egy kicsit oldódik, akkor átfut a kollégám agyán az, hogy akár baj is történhetett volna a kutyájával, de megmernék arra esküdni, hogy intézkedés közben, feladatvégrehajtás közben abszolút nem befolyásolják az érzelmeit a kollégámat, és hát valószínűleg a kutyát sem. Erre mondták a régi öregek azt, hogy ha a kutya elesik ütközetbe, akkor majd a kutyavezetője vele félrevonul, négy szem közben megsiratja, de ott abban a szempillanatban igazándiból ez így nem játszódik le. Ez nincs meg ez. Menni kell, akkor menni kell. A szolgálati kutya a Székesfehérváron nagyon régen nem volt már. És újra azokat a tekinteteket véletlen felfedezni, mint annak idején, amikor felszereltem, hogy igen, ez a rendőr most azért jár itt ezzel a kutyával, hogy minket megvédjen. Tehát olyan más, ja, úgy mosolyogtak az emberek szemükkel, szájukkal, tehát furcsa volt, jó volt nagyon. Jó érzés. Aha, a bizalom. Igaz? Bármennyire is félelmetes volt, amikor rám ugrottak a rendőrkutyák, tudom, hogy nem ellenem irányult a támadás, hanem egy begyakorolt helyzetet oldottak meg. Most is itt ülnek mellettem, békésen. Védőöltözet nélkül azonban nem szeretnék a fogaik közé kerülni, és ne felejtsük el azt sem, hogy mekkora szolgálatot tesznek egy elkószál gyerek megtalálásakor. Ha tehetném, hazavihetném valamelyiküket, mert a kiöregedett vagy fiatal rendőrkutyákat bárki örökbe fogadhatja. Jövő héten azonban ismét Edith kerül veszélybe. Jövő héten Devecserbe és Kolontára látogatunk el. Megmutatjuk önöknek, hogy hogyan néznek ki ma a települések, és hogy a vörösiszap katasztrófa idején hogyan mentették a menthetetlennek tűnőt a mindennapok igazi hősei. Tartsanak velünk akkor is! A kutyák és stábunk nevében is köszönöm figyelmüket, tartsanak velünk jövő héten is!